Nem minden napi látvány fogadja a csónakázó tópartjára érkezőket. Sok tucatnyi pont gyúszkál ugyanis rendszeresen a víz felszínén, a híd körül. Asztal! Hát azért, hogy ez durva. Elsőre talán ijesztő is lehet a sok hal együttes látványa, de szakemberek szerint aggodalomra semmi ok, az állatok jól vannak. Halak nem oxigén hiányos állapotban vannak, csak itt a folyamatos etetést, amit a lakók csinálnak elsősorban kenyérrel, azért húznak ide föl mindig. Azok, akik gyakran sétálnak a csónakázó tó körül, rendszeresen hoznak a halaknak elemózsiát. A pontyok mostanra ezt megszokták, és a víz felszínén várják a folyamatos ételutánpótlást. A Városgondnokság belvízrendező mérnöke azt mondja, jól vannak a halak, és a víz minőségével, mennyiségével sincs probléma. Nem azért jönnek föl, mert valami olyan jellegű problémájuk lenne, hisz a tóban folyamatos vízáramlás van, tehát folyamatosan kap friss vizet, illetve a levegőztető rendszert is működtetünk, ami majd lassan most kapcsolt éppen ott be a másik oldalt. Úgyhogy igazából mindent megteszünk, amit tudunk azért, hogy minél több oxigénjük legyen. Azt tudni kell, mivel, hogy ilyen mennyiségű hal van a tóban, nyilván elhulló állat mindig lesz. Ezt gyűjtjük napi szinten. Kenyeres Dániel hozzátette, rendszeresen összeszedik a csónakázótóból a tetemeket, hétfőn hajnalban például összesen 15 elhullott halat gyűjtöttek össze. A csónakázótóban egész nyáron működik a levegőztető rendszer, és a víz utánpótlás is biztosított. A csónakázótó hídjának 20 méteres körzetében tilos a horgászat, és amikor sportolnak a vízen, akkor sehol sem szabad. A pecások ebből a tóból nem vihetik el a kifogott példányokat, a Horgász Egyesület azonban az idősödő halállomány frissítése érdekében tervez egy lehalászást.